Szombat óta már fogadhatnak vendégeket az éttermek, kávézók teraszai, amelyek reggel 5 óra és este 9:30 között lehetnek nyitva. Az ezt lehetővé tevő intézkedéshez arra volt szükség, hogy a beoltottak száma elérje a 3,5 milliót. Az első napok tapasztalatairól a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökét kérdezzük, aki egyébként a Fenyvesszálloda és Konferencia Központ ügyvezetője is. Krivács András, jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van nálunk. Üdvözlöm a nézőket, jó napot. Nagyon várták a szombatot, a terasznyitást? Egyik oldalon nagyon-nagyon örömmel töltött el bennünket, ez a váratlan bejelentés teljesen váratlanul jött, nem gondoltuk volna, hogy ennyire hamar kinyithatunk. Pár nap felkészülési idő volt a szektornak erre, hogy el tudjon indulni szombaton. Titkon reméltük, hogy hamar el fog jönni ez az idő, de még mindig úgy voltunk vele, hogy lehet, hogy csak májusban nyithatnak ki a teraszok, és aztán majd onnantól kezdve a fokozatosság elve alapján. De természetesen rengeteg elcsodálkozó arc, mosolygó gyerek, felnőtt, megelégedett felnőttel találkozhattak a teraszra kiülők, és nem csak nálunk a Fenyvesben, hanem akár országszerte, hogyha valaki nézte a híradásokat, vagy éppen nézte a címlapokat, az újságok címlapjait, vagy én is a kollégákkal, amikor beszéltem, csupa mosolygós ember a teraszokon, mindenki várta a nyitást. De hát fel kell hívjam a figyelmet itt is arra, hogy a teraszok megnyitásával még nincsen vége a veszélyhelyzetnek, nincsen vége a vírus helyzetnek. Tehát azokat a szabályokat, amelyeket nem csak jó gyakorlatként vagy joggyakorlatként a magyar közlönyben folyamatosan frissítenek a jogalkotók vagy a szakmai szervezetek, példás jó gyakorlatként emlegetnek, ezeket mindenki tartsa be a vendéglátó, és tartsa be a vendég is, és közös felelősséggel tartozunk egymás iránt. Igen, hát a médiában azért lehetett látni olyan képeket, hogy tömegek vannak a főváros utcáin, meg teraszain. Ellenben mondjuk Nyíregyházán én személy szerint nem tapasztaltam ilyen hatalmas nagy tömegeket. Igen, most a pár nap a korlátozások enyhítése után beszéltem nagyon sok kollégával, akik ugyanerről számoltak be, hogy nagyobb városokban talán ilyen majális hangulatot idézett elő a koratavasznak a jó időjárása, illetve az egybe nyílt teraszok a fővárosban tényleg terasz-terasz hátán ért, pláne a nagy központokban, a nagy turisztikai központokban, vagy utcasorokban, akár a Király utcában, vagy a Váci utcában, a rengeteg vendéglátóegységben, vagy éppen azokban az udvarhelyiségekben, amelyek kimondottan a buli turizmusra épültek, és ilyen fajta szolgáltatást biztosítanak. De a vidéki nagyvárosokban, a kisvárosokban a teraszok, ahogy megnyíltak, szabályszerűen mindenki szabálykövető módon fertőtlenítő pontok használatával, egészen a teraszig, a vendég érkezéséig szájmaszkban, aztán leülve levenné a szájmaszkot, aztán mikor a mellékhelyiségbe távozott a vendég, akkor ugyanúgy visszavette a közösségi tereket, szájmaszkkal használták a vendégek. De hát így is korlátozások mellett, de nagyon nagy örömöt nyújtott mindenki számára, és végre elindult valami. Látunk egy bizonyos fényt az alagút végén, amelyet remélhetőleg, hogyha az oltás is, az oltakozás is előrébb halad, akkor egyre nagyobb reteszen nyílik ki ez a fény, és végre ugyanazt tudjuk élni, azt az életünknek egy bizonyos részét, vagy körülbelül ugyanazt, mint amelyet 2020 előtt élhettünk. Említette, hogy meglepte önöket az, hogy szombaton volt a terasznyitás. Hát korábban még szerdát mondtak, és ahhoz képest ugye a 3,5 millió oltott az szombatra jött. Tényleg meglepte önöket? Hát igen, mert hogy kedden, azt hiszem, a miniszterelnök kedden jelentette ezt be, hogy ha elérjük a 3,5 millió oltás vagy oltott embert, akkor kinyithatnak a teraszok. Mi azt gondoltuk, hogy ez a bejelentés az nem 3,5 milliónál lesz, hanem mondjuk időben egy picit eltolódik, de hát nem reklamálunk ezért, megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy a vendégek visszakerüljenek az éttermek teraszaira, majd nem is olyan sokára az éttermek belső tereit is használhatják, a szállodákat, a wellness az úszadákat, a sportlétesítményeket, tehát sok-sok mindent, ami... A hírek áremelésről is szóltak. Önöknek mi a tapasztalata, általában a vendéglátósok ténylegesen emeltek, és ha igen, mennyivel? Ez helye válogatja, valaki úgy csalogatja a vendéget a saját teraszára, vagy a szolgáltatásainak az igénybevételére, hogy különböző kedvezményeket biztosít, vagy éppen 10-20% kedvezményt ad a előre foglalt asztalok fogyasztásának az áraiból. De én úgy gondolom, hogy ez egy teljes zsákutca, egy negatív árspirál, amely sem a minőségnek, sem a mennyiségnek nem tesz jót. Szabályozott keretek között a legnagyobb biztonsággal kell fogadnunk a vendégeket.
odafigyelve arra, hogy a béreket ki kellett igazítani, tehát itt volt egy óriási bérboom a szektorban most, hogy elindultak a teraszok, és elindul a vendéglátás, elindul a turizmus, a teljes ágazat. Ezeket ki kellett igazítani, volt időközben némi nemű áremelés, 15-20-25% áremelés az alapanyagokba, a nyersanyagba, folyamatosan fölfelé jövő tendenciát mutatnak az üzemanyagárak. 10-20% közötti áremelés nyilván nem biztos, hogy az első perctől, de ez kilátásban van. Egyébként beszéljünk az elmúlt időszakról is, hogy ezt hogyan tudták átvészelni. Átvészelésről van szó, ugye? Hát ez túlélésről, nem is átvészelésről, vagy az utolsó lélegzetvétel. A bentartása, és hogy ki milyen hosszan tudja ezt a egy levegővételnyi oxigént a tüdejében tartani, vagy a vállalkozásában tartani. Erről szólt az elmúlt közel 7 hónap, vagy 6,5 hónap, hogyha jól számolom, hogy november 10-től technikai zár alá kerültek a vendéglátóegységek, a szállodák, csak üzleti vendéget fogadhattak, vagy kiszállítással, vagy helyben csomagolással értékesíthették a elkészült produktumokat, tehát azt a szép esztétikai, előre megkomponált, megtervezett gasztronómiai élményt kellett dobozba zárnunk, hogyha vendéglátókról beszélek, a szállodákban pedig csak üzleti célú felhasználók jöhettek be, tehát ez azt jelenti, hogy bejött a vendég, becsekkolt, vagy egy self-checking ponton keresztül a kontaktoknak a kerülése érdekében, vagy a recepcióban, fölment a szobájába, lejött, megvacsorázott és visszament a szobájába, tehát semmilyen élményszerű, mint hogy egy albérletet adtunk volna ki nap, mint nap az üzleti vendégeknek. Sokan mentek tönkre egyébként? Most azt látjuk, hogy egy 40%-a tudott visszajönni a szektorba az első napokban. Ez nagy valószínűséggel még egy 10-15%-ot még eredményezni fog a közeljövőben. A belső terek megnyitása, valakinek nem volt terasza például, ők majd a következő etapba tudnak majd megnyitni, illetve a szállodák is majd, hogyha elkezdenek fogadni vendégeket, vagy fogadhatnak majd az üzleti típusú vendégeken keresztül családokat újra, akkor talán egy 10-15%-kal többen leszünk a térképen, a turisztikai térképen, mint megmaradt vállalkozás. Ezt lehet mondani ilyenkor, hogy letisztult a piac, vagy ez nagyon rossz kifejezés? Nem, abszolút, ez egy nagyon jó kifejezés erre, csak ez egy olyan tisztulás volt, ami ha nem jön ez a COVID-19-nek nevezett világjárvány, vagy ez a pandémiás járvány, akkor sokkal hosszabb idő kellett volna erre a tisztulásra, ami most jelen pillanatban van. Vannak olyan kollégák, akik egy úgynevezett egy ilyen blackoutot csináltak, ők nem szűntek meg, de viszont beszüntettek minden tevékenységet, ők erre az újraindulásra, erre a restartra várnak, vagy vártak, és az ő számuk még nem tisztázott, őket nem tudtuk mérni. Azt láttuk viszont, hogy a munkaerőtől megpróbáltak megszabadulni, és ők most lasszózzák, és most próbálnak újraindulni majd valamilyen úton, módon, és nekik sokkal-sokkal nehezebb. Na igen, ez lett volna a kérdésem, hogy akkor mi a helyzet ezekkel az éttermekkel. Ugye hát gondolom, akkor ez a munkaerő, ez máshová ment. Ők valószínűleg zárva maradnak ezek az éttermek akkor? Nagyon nehezen tudnak indulni, ezt látom, rengeteg hirdetés van, talán a Balatonparton hirdetnek a legtöbb állást, aztán a főváros a következő, a vidék Magyarországa, a vidék vendéglátása vagy turisztikai bázisa szolidárisabb volt a nagyvárosokhoz képest. A dolgozóiknak a 85-90%-át megtartotta mindenki, vannak olyan helyek, ahol 100% munkavállaló létszám maradt meg a 2019-hez képest, hanem akkor picike számú elvándorlás volt, és akik elmentek vagy elhagyták a pályát, még ilyen feltételek mellett is, hogy biztosított volt a mindenkori munkavégzés, és nem voltak visszajelentve 2 órára, vagy 6-ra, vagy 4-re, vagy bármennyire, tehát semmilyen trükközés nem volt a rendszerben, mindig megbízható időpontban kapták a fizetésüket, még így is volt, aki pályahagyó lett, úgyis nem látja biztosítottnak, hogy nem lesz egy negyedik, egy ötödik, egy hatodik hullám. Kollégák folyamatosan beszélgetnek minden olyan dologról, ami lehet, hogy nem kellene nekik, és egymást rémizgetik, és ezért rengeteg pályahagyó lett. Plusz pályahagyásokat eredményezett az, hogy bezártak tehát amiről mondtam, ez a teljes blackoutot nyomott a szakmának a közel 40% az első bejelentés után, tehát a novemberi bejelentés után, és a legtöbben talán akkor hagyták el a szakmát. A következő nagy hullám pedig februárban volt, amikor a harmadik hullám beerősödött, és olyan szinten távolodott a nyitásnak a lehetősége, amelyet senki nem gondolt, és ezért céloztam arra a beszélgetésünk ideje alatt az első részében, hogy
nem gondoltuk volna, hogy ennyire hamar eljön ez az időpont, holott ez egy nagyon távoli időpontnak tűnt novemberben. Amikor azt mondtuk, hogy talán húsvétra kinyithatunk, akkor hát örültünk neki, hogy vagy nem is az, hogy örültünk neki, hanem azt mondtuk, hogy hát ha akkor fogunk kinyitni, akkor nagyon nagy baj lesz. Tehát mi már egy márciusi nyitást reménykedtünk, hogy a második hullám után nem jön egy harmadik. Tehát COVID utáni élet, erről azért még mindenképpen beszéljünk, a vendéglátóipar ön szerint, vagy akár a szállodaipar mennyire fog átalakulni. Csak röviden, mert még lenne egy másik fontos kérdésem is. Igen, a teljes szektor megváltozott, megváltoztak a szokások. Az embereknek a vendéglátásról beszélünk, akkor az úgynevezett klasszikusnak vélt vendéglátás az a multi, én azt gondolom, három hívószó lehetséges, és ez is lesz, nyugat-európai példákat látva, vagy olyan országokat tekintve, vagy nézve, ahol nagyobb oltottsági szinten rendelkeznek, mint mi, mondjuk ebből kettő van összesen, de az ő példájukra nézve az élmény, a biztonság és a nyugalom, ez a három hívószó, amelyet kitűztek a turisztikai szektorban dolgozók a zászlajukra, de arra kérek mindenkit, hogy ezt a három hívószót ezt tartsa is be. Tehát itt a legnagyobb hívószó az a biztonság. Védettségi igazolvány, még erről is mindenképpen beszéljünk, ugye a jelenlegi információk alapján ugye újra megnyitnak majd a szállodák, illetve az éttermek is, ha elérjük a 4 millió beoltottat, de csak a védettségi igazolványal rendelkezők mehetnek be. Viszont már lehet hallani olyan hangokat, akik azt mondják, hogy ők védettségi igazolvány nélkül is beengedik majd a vendégeket, úgyhogy jöjjenek nyugodtan. Nem fogják önök beengedni. Mi a véleményük? Ezt elítélem, a törvényeket be kell tartani mindenkinek. Én ezt úgy gondolom, hogy ha jogalkotó így határozott, hogy valamilyen biztonsági megoldást kell találnunk arra, hogy ez a három dolog, a biztonság, az élmény, a családoknak a megvédése, a szálloda dolgozóinak a megvédése nagyon fontos, akkor ha ezt így hívják, hogy védettségigazolvány, vagy oltásigazolvány, vagy bárhogy hívják, valamilyen immunizáció kell ahhoz, hogy ne adjuk tovább azt a vírust, vagy hogyha igen, akkor sokkal kisebb dózisban, vagy egyáltalán ne betegedjünk meg, vagy ne terheljük le az egészség, magyar egészségügyet, akkor ha a jogalkotó így alkalmazza, akkor ezt nekünk be kell tartanunk. Ezt nagyon rossz útnak látom, hogyha én is olvastam és találkoztam ilyennel, hogy igen, gyertek nálunk, mert nálunk ilyen nem kell, kell. Mindenkinek kell, mert a jogalkotó így alkalmazza ezt a bizonyos jogot. Másik kérdés, hogy hogyan tartják be? Én azt gondolom, hogy ezt a magyar közlöny teljesen leszabályozta, nem kell elkérnünk, hanem arra biztatjuk a vendégeket, hogy mindenki a másikra legyen figyelemmel, és már a bejáratba, hogy belép abba az étterembe, vagy abba a szállodába. A szállodánál egyértelműen ott a recepciónál be tudja mutatni, de az étteremnél is pontokat föl kell állítani, ahol nem kérni szeretnénk, hanem, és arra is biztatom a vendégeket, hogy ők mutassák meg, és onnantól kezdve nem vegzálják a kollégák a vendégeket. Tehát, hogy addig ne menjenek be, ameddig meg nem mutatják ezeket az igazolványokat, mert onnantól kezdve csak a probléma van, hogy miért ment be, miért nem kérte el, ki kérte el, miért kéri el. Egyébként a jogalkotó fölhívta a figyelmet arra, hogy a vendéglátóegységnek a tulajdonosa, illetve az ott dolgozók felelnek azért, hogy oltásigazolvánnyal lehessen csak belső teret használni, illetve teljes jogkört adott az oltásigazolványoknak az ellenőrzésére, az ott dolgozóknak, illetve a tulajdonosoknak is. Egyetlen egy kritérium van, hogy ezek a dokumentumok nem másolhatóak, és nem fényképezhetőek, de viszont ugyanúgy elkérhetőek a fényképes igazolvánnyal együtt, természetesen, mert így érvényes. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm.